A napirendről hozzászólások sorában utolsóként Németh Szilárdnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselőtársak! Csepelen már több ezeren tiltakoztak aláírásukkal az ellen a botrányos döntés ellen, hogy a legnagyobb lakótelep közepébe Karácsony Gergely hajléktalan szállót nyisson, mert szerinte ez a fővárosi járványügyi védekezés szempontjából kulcskérdés. Így Karácsonyék a koronavírus elleni küzdelemre való hazug hivatkozással a belvárosi kerületekből több száz hajléktalant deportálnának Csepelre. A főpolgármestert az sem zavarja, hogy a hajléktalan szállója közvetlen szomszédságában óvoda, gyermekorvosi és felnőttrendelő, a Jedlik gimnázium, egy szakképzőiskola, a piac, üzletsor, a sétáló utca és két templom is van. A választáson Karácsony nem ezt ígérte, hanem élhető, tiszta és gyarapodó kerületet. Kíváncsi lennék arra, hogy ebben az esetben Karácsony Gergely mit ért a tisztaságon, de a gyarapodásról is nehéz lenne beszélnie, hiszen a hajléktalan szálló hírére valószínűleg már most zuhanni kezdtek a csepeli ingatlanárak. Tisztelt képviselőtársaim! A botrány kirobbanása után Karácsony gyáván, de mégis nagyképűen megfutamodva, helyettesén keresztül kínos magyarázkodásba kezdett. A már megszokott liberális frázisokon, a felsőbbrendű kioktatáson, azaz a sok-sok hazugságon túl, a levélben azonban három dolgot kénytelen, kelletlen volt beismerni. És ezek mindegyike azt támasztja alá, hogy Karácsony Gergely visszaél hatalmával, mert az érintett fővárosiakkal soha nem folytat érdemi párbeszédet, sőt, ha lebukik, akkor a szemükbe hazudik. Karácsony Gergely nem a budapestiek érdekeit szolgálja, mert nekik tett ígéreteit nem tartja be, sőt, azokkal ellentétes, felelőtlen és veszélyes döntéseket hoz. A nép elég egyértelműen fogalmazza meg az ilyen emberről alkotott véleményét, Karácsony Gergely bort iszik és vizet prédikál, hazudik, mint a vízfolyás, és más kezével szedi a csalánt. Szerencsére azonban a hazug embert könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát. A csepeli hajléktalan szálló ügyében a döntést a csepeliek feje felett titokban, még a kerület polgármesterét sem beavatva hozta meg. Nem újdonság ez, hiszen elődje és nagy példaképe Demszky Gábor idején, ugyanígy titkos szerződésekkel az éj leple alatt telepítettek ki tömegesen cigány családokat a 9. kerületből Csepelre. Annak ellenére erőltetik a hajléktalan szálló ügyét, hogy télen a legkeményebb időben is csak 70-75%-os volt a hajléktalan szállók és a melegedők kihasználtsága. Férőhely hiánya vagy a közgondoskodás hiánya miatt Csepelen egyetlen egy honfitársunkat sem vesztettük el. Az egyszerre csak egy, erre az egészre csak egy magyarázat van. A csepeli hajléktalan szálló ügye minden szálon Soros Györgyhöz kötődik. Karácsony beismeri, hogy a filantróp állarc mögé bújt spekuláns által pénzelt alapítvány munkatársai dolgozták ki a terveket, és a hajléktalan szálló üzemeltetését is Soros egyik szervezetének játszanák át. Kijelenthetjük, hogy a csepeli hajléktalan szálló és a sok száz hajléktalan betelepítése a Soros Karácsony terv része. És végül azt is megerősítik, hogy Csepelen valójában egy pandémiás központot hoznának létre a hajléktalanok számára. Már éjjel-nappal folyik a műszaki átalakítás az általuk bezárt iskolában. Karácsony Gergely és a járványügyi válságkezelés tehetik fel a kérdést az emberek. A Pesti úti idős otthonban történtek után mindezt hogyan gondolja a főpolgármester? Csak nem a Pesti út a minta, a követendő példa. Az, ahol nincs olyan nap, hogy a hatóság szabálytalanságok és rétkes mulasztások tömkelegét ki nem mutatná. Az, ahol hetekig nem volt orvos, ahol 322-en fertőződtek meg, és már 38-an váltak áldozatává gyilkos kornak, ami egyébként az idős otthonban elhalt honfitársainknak több, mint a fele. Ma is ez az ország egyetlen tömeges fertőzési gócpontja, ahol Karácsony helyett a magyar honvédségnek kellett fertőtlenítést végeznie. Karácsony a mai napig még ezek után sem tette be a lábát az intézménybe, a bentlakók és az ott történtek valószínűleg egy cseppet sem érdeklik. Okkal feltételezhetjük tehát, hogy mindez máshol se történne másképp. Köszönjük, főpolgármester úr,
de a Soros Györggyel közösen szőtt terveiből nem kérünk. Most Rétvári Benszám titkárnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Képviselő többek között azt is hiányolta, hogy döntések előtt Karácsony Gergely nem folytat párbeszédet, főleg azokkal nem, akikre a leginkább a döntései vonatkoznának. Ki más lenne az, aki nem folytat párbeszédet, mint a Párbeszéd nevű pártnak a társelnöke, aki már a saját pártjának is azt mondta legfőbb céljáról, hogy párbeszéd legyen, majd amikor hatalomba kerül, akkor egy másodpercig semmilyen érintettel nem beszél. Ez a Kóka Jánosi hagyományoknak azt hiszem a legtökéletesebb folytatása. Abban is folytatja a baliberális hagyományokat Karácsony Gergely, hogy valahogy ő abból akar politikai tőkét kovácsolni, akár a Pesti úti idősek otthona kapcsán is, hogy tétlen, hogy gyenge, hogy tehetetlen, hogy nem intézkedik, hogy a felelősséget másra hárítja, ebből akar önmaga politikusként előrébb lépni. És főleg azon döbbentem meg, hogy jobbikos képviselőtársaim nevetgéltek akkor, amikor Németh Szilárd képviselő Soros Györgyöt említette. Mert ha önök megnézik, hogy az utóbbi időkben hol volt a legélesebb az ellenzéki pártoknak, akiket önök is hozzáverődtek, baloldali ellenzéki pártoknak a támadása, akkor pont mindenhol megtalálhatja különböző soros szervezeteket. Ha megnézzük a nemzeti alaptantervvel kapcsolatos vitát, azt a nemzeti alaptantervet tartották jónak, amelyet egy Soros György által finanszírozott szervezet hozott létre, és azt nem tartották jónak, amit magyar pedagógusok egy állami oktatási intézmény segítségével hoztak létre. A hajléktalan ellátást is ezeknek a szervezeteknek a tanácsai alapján szabná át, de akár a migráció kérdésében is rájuk hagyatkoznának, vagy most láthatjuk, hogy Brüsszeltől kezdve Madridon át Rómáig hány európai vezető az, aki rögtön örömmel fogadja a Soros György által kidolgozott különböző gazdasági, örök életre szóló, kamatfizetési kötelezettséggel járó gazdasági programokat. Önök itt nevetnek ebben a parlamentben ezeken a felszólásokon, holott megláthatnák ebben igenis a veszélyt, tisztelt képviselő úr. Karácsony Gergely, amikor kampányolt, akkor stadionstoppot hirdetett, de közben utána parképítési stoppot hirdetett, kórházépítési stoppot, hídépítési stoppot és múzeumépítési stoppot is, ezzel is becsapta a budapesti polgárokat. De szintén nem a valóságot mondta el a Népjóléti Bizottság múlt heti maratoni hosszúságú ülésén, amikor azt mondta, hogy folyamatos volt az orvosi ellátás a Pesti úti idősek otthonában, hiszen kiderült a vizsgálatokból, hogy 10 olyan nap is volt áprilisban, amikor nem volt jelen személyesen orvos a Pesti úti idősek otthonában, és március közepe óta akadozott az egészségügyi ellátás. Ennek is lehetett az egyik következménye, hogy a járvány tudott terjedni az idős otthon falain belül, nem volt orvos, aki kontrollálta volna a különböző betegségekkel küzdő ottani ellátottakat, és nem tudta megállítani a betegség terjedést, amikor látta, hogy egyik vagy másik betegen a koronavírusnak a tünetei láthatóak. Ennek a következménye az, hogy a koronavírus járványban elhunyt idős otthoni gondozottak 74%-a a főpolgármester úr által vezetett fővárosi önkormányzat fenntartásában működő Pesti úti idősek otthonában hunyt el sajnálatos módon. 38-ra emelkedett a halottak száma, és ezzel azt mondhatjuk, hogy az elhunytak közül 4 idős otthonban elhunyt idős ember közül 3 ebben az otthonban hunyt el. Ez mutatja azt, hogy a felelőtlen intézkedések a különböző utasítások be nem tartása mit eredményezett. 1 millió forintra bírságolták a Pesti úti idősek otthonát a hiányosságokért, hiszen megállapították, hogy többször használatos orvosi eszközök kezelése nem volt szabályszerű, a gyógyszerek felhasználhatóságának idejét nem megfelelően ellenőrizték, több lejárt gyógyszert és lejárt gyógykészítményt találtak, a szennyes gyűjtőhelyiségben rendezetlenség és áttekinthetetlen viszonyok voltak, kézmosó ugyan volt, de a csapés környéke nem volt hozzáférhető, a takarításban szolgáló eszközök nem voltak bezonosíthatóak, a felületfertőtlenítés és a takarítás folyamata nem volt nyomon követhető az intézményben, és a munkafelületeken keveredtek a tiszta és szennyezett területek,
Így tehát nem volt igaz Karácsony helyettesének sem az az állítása, hogy higiéniai probléma ne lenne az intézményben. Mindezt tették úgy, hogy 6 milliárd forint értékben támogatja, ezzel az összeggel támogatja a fővárosi idős otthonokban az ellátást a kormányzat, és ebből csak arra futott a Karácsony Gergelynek, hogy Gályé Zoltán által meghamisított tartalmú leveleket lobogtasson a közvélemény előtt. Köszönöm szépen!